a sánta állatot, a beteg állatot, vagy amelyikkel meg akarják nyírni, azokat ezzel a kapos bottal szokták megfogni. Aki kilátogatott vasárnap délután a Szavária Múzeum parkjába, többek között megtudhatta azt is, hogy mire használták régen a pásztorbotot. Ezen kívül lehetett célba dobni, szőlőt préselni és fémet keresni is. A gyerekek különböző ügyességi játékokban is kipróbálhatták magukat, és többen ragadtak sodrófát vagy színes ceruzát. A rajzon egy holló van, ami egy gyűrűt fog a csőrébe, és ez egy címer, és ez a címer Mátyás király címere volt. A Szavária Múzeum valamennyi tagintézménye kitelepült a kertbe. Ez jó alkalom arra, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a háttérben folyó munkával. A múzsák kertje az az áldásnak, a jó ötleteknek, a zenének, a versnek, mindenféle művészetnek, ugye mindegyiknek van múzsája, és itt a gyerekek meg a látogatók kvázi ugyanebbe a világba bele dőlhetnek, és átélhetik azt, amit mi ott bent csinálunk. A díszteremben vadászmadarak költöztek. Csernel István születésének 150. évfordulója alkalmából a kerecsen solymot választották a hónap műtárgyának. A hagyomány szerint ő ejtette el és preparálta ki a fokozottan védett állatot. Számos legenda is fűződik hozzá. A kerecsen solymokat kapcsolatba hozzák a magyar őstörténet emblematikus madarával, a turullal. Nem kellene ebbe belemélyedni, hogy valóban ez a madár volt-e vagy sem, de mindenképpen valamilyen sólyom vagy valamilyen jól vadászó, ragadozó madár volt ez a turul madár, és biztosra veszem, hogy a turul az egyik ihletője volt őseink turul madarának. A turul ugye megjelenik Emese álmában, illetve a honfoglalás legendájában is. Mindkettő gyakorlatilag a magyar eredetmondák egyik fontos eleme. A jó hangulatot mini koncertek alapozták meg a múzsák kertjében. Sok család látogatott ki a rendezvényre.